Most próbáljuk meg, tetszik hallani? Most már igen. Jó, az ügyész úr mondja a perbeszédét, és azt utána, vagy a védő mondja majd a perbeszédét, és utána majd egy hosszabb szünetet tartunk. Gondolom az ügyvéd úr is két órát igénybe vesz, és akkor 45 perc után szünetet tartunk. Jó, rendben van, akkor felkérem a védelmet perbeszédének az előterjesztését. Tisztelt Fővárosi Bíróság, valóban jogtörténeti jelentőségű ügy tárgyalásának a vége felé járunk. Azonban kérdőjelek állnak előttünk a tekintetben, hogy ez a jogtörténeti jelleg vajon miben fog megmutatkozni. Meggyőződésem, hogy nem egészen úgy jogtörténeti, ahogy a vád képviselője ezt gondolja. Én három bevezető megjegyzést szeretnék tenni. Az egyik az, hogy természetesen, és ez nem szóvirág, jó magam évtizedek óta foglalkozom háborús büntettek jogtörténeti kérdéseivel is, és az értékes, szép emlékű Bajcsi Zsilinszky Endre életével is sokat foglalkoztam, szinte hivatásszerűen, tehát ismerem ezt a történeti tényállást bizonyos mértékben. Tehát teljesen mélységében nem tudjuk megítélni, szerintem még máig sem is lehet, hogy titok marad ez a súlyos atrocitásokkal, bűncselekményekkel terhes három nap, de minden esetre előre kell bocsátani, hogy a sötét idők súlyos bűneit világosan látjuk. Tehát nekünk se, de meggyőződésem, hogy a magyar társadalomnak se sincsen szüksége felvilágosításra és katarzisra ebben a tekintetben. A második megjegyzésem az, hogy a történelem nagy kérdéseit, sérelmeit biztos, hogy nem bíróságok orvosolják, tehát mivel hogy több ilyen perben vettem részt, fontosnak tartom azt, hogy a történelem nem itt van ebben a teremben. Itt egy ember van, egy, mondhatom, hogy megtiport, meggyötört, megalázott ember, és ennek az embernek a sorsáról kell, hogy önök döntsenek, semmi másról. Ezt követően azt szeretném jelezni, hogy a perbeszédem logikája a büntetőeljárás logikáját követi, tehát mindenek előtt foglalkoznom kell azzal, hogy nincs-e akadálya az ítélethozatalnak a felmentő ítéletet megelőző más kérdésben, tehát nincs-e. Valóban megvan-e a kétszeres elbírálás tilalmának a feltétele, tehát valóban van-e itt kétszeres elbírálási veszély, azaz elbírálták-e jogerősen a vádtárgyává tett cselekményeket. Ezután foglalkozom a történeti tényállásokkal, és bizonyos büntető eljárásjogi megjegyzésekkel zárom a felszólalásomat. Úgy gondolom, hogy összefoglaló alapkérdés az, hogy a bizonyítást a hatályos büntetőeljárás szabályai szerint kell lefolytatni. Tehát a bizonyítékokat a most hatályos büntetőeljárás szabályai és elvei
és a jelen alkotmányosság elvei, mely elvek megfelelnek a nemzetközi alkotmányosság és nemzetközi emberi jogi és alapjogi alapelveknek, szerint kell elbírálni. Alapkérdés ennek az ügynek az, hogy egy történeti tény, nem csak tényállást, hanem egy történeti múltban lévő, tehát igen régen történt esemény megítélésére, történeti időtávlatban két vagy három emberöltőnyi ideje létezett dolgokról kell ítélkezni, amikor nem csak egyszerűen arról van szó, hogy mit csináltak az emberek, mit nem, hanem az egész lelkiséget, az akkori kultúrát, az akkori közviszonyokat, közfelfogást is valahogy meg kéne közelíteni, ami nem fog sikerülni, hiszen mi nem 1940-ben vagyunk. De ezt azért világosan kell látnunk. Itt még bevezetőben azt el kell mondjam, hogy felvetődik és válaszra vár a részemről mindenképpen, hogy más hatóság bizonyítékaival hogyan kell eljárni, mint történeti jogalkalmazási kérdéssel szembesülünk ezzel, valamint, hát, mint mondottam, az egész meghaladott régi kor viszonyaival is meg kell kíséreljük valamilyen módon belehelyezkedni ezekbe. Most az első kérdés tehát az, hogy a vád tárgyává tett cselekményt jogerősen elbírálták-e már vagy sem. Tisztelt bíróság nagyon alaposan taglalta ezeket a tényeket, tehát én nem tartom feladatomnak, hogy a történeti tényállást újra meg újra ismételjem, még e tekintetben sem. Pusztán azokra a vonatkozásokra kívánok utalni, amelyek talán újat hoznak ebben a megítélésben. Tudnélik, itt egy olyan értelmezés vált uralkodóvá, hogy a megsemmisítés egyelő a feloldással. Tehát amikor azt írja a legfőbb honvéd törvényszék iktató könyve, hogy feloldatott, akkor az megsemmisítést jelent, és innen levezetik, hogy valójában így felszabadult a tényállás, tehát ez a tényállás aztán szabadon taglalható, és tehető vált tárgyává továbbiakban. És ezt nagyon határozottan meg kell mondani, hogy a megsemmisítés jelenleg sem egyértelmű fogalom, de a korabeli viszonyok között meg egyáltalán nem volt az. Tehát tudjuk azt, hogy a vádlottat a honvédségi közlöny 1944-es, 24-es és 28-as száma, mint közokirat, ez igazán közokiratnak tekintendő, teljes mértékben rehabilitálta az abban foglalt honvédelmi miniszteri és vezérkari főnöki rendelkezések folytán, és helyreállította az ő tiszti becsületét és beosztását is. Na már most azt is elmondtuk, hogy ott a közönyben hivatkozott becsületügyi szabályzat 45. szakasza két okot lát az erre a rendelkezésre, tehát abban az esetben, ha ezt a szakaszt alkalmazzák, az egyik ugye a bűnvádi eljárás kedvező eredménye, a másik pedig a jogegység érdekében használt semmiségi panasz. Most erre elhangzottak vélemények, hogy ez lehetséges vagy nem lehetséges, hogy ilyen semmiségi panasszal éltek. Feltétlenül lehetségesnek kell tekinteni, mert ez Babos ezredes vallomása szerint is, de nem csak ő miatta, hanem a vezérkari főnök bíróságát fölállító MR rendelet szabályai szerint is a hadrakelt sereg szabályait, bíróságainak szabályait kellett alkalmazni a vezérkari főnöki bíróságra is. Tehát ugyan rendes jogorvoslatnak nem volt helye, de rendkívüli jogorvoslatnak a vezérkari főnök bíróságától is mód helye volt. Na már most, az ítélet feloldatott szóhasználat
A katonai büntető perrendtartás 371. szakaszában van, amely úgy szól, hogyha a semmiségi panasz alapos, a legfelsőbb honvéd törvényszék az ítéletet megtámadott és a semmiségi ok által érintett részében feloldja. Ez a 371. szakasz legalább 4 pontot tartalmaz, és tulajdonképpen csak a 4. pontot idézem, mi úgy szól, hogy minden más esetben a legfelsőbb honvéd törvényszék az ügy érdemében határoz és határozottát azokra a tényekre alapítja, melyeket a hadi törvényszék megállapított. És tehát a feloldatott összefoglaló kifejezés az vonatkozik erre az érdemi felülvizsgálatra is, és hogyha megnézzük a jogegység érdekében használt semmiségi panasz szabályait, akkor az azt mondja a KBP 377. szakasza, hogy a jogegység érdekében használt semmiségi panaszt a 367-374. Szakaszokban foglalt szabályok szerint kell elbírálni, most ezek pedig a 367-374-be tartozik a 371. is a feloldásról. Tehát magyarán dogmatikailag a jogegység érdekében használt semmiségi panasz alapján hozott döntést is feloldással kellett jelölni. A kérdés az, és ez teljesen jogos, hogy egy nap alatt, ugye, mert tulajdonképpen egy teljes nap állt rendelkezésére, tehát az érkezés és az illetékes parancsnokhoz való visszajutatás között a katonai legfelsőbb törvényszéknek, hogy ez mire volt, vagy mire nem volt alkalmas. Kérem szépen, ha abból indulunk ki, hogy ez egy terjedelmes irat, akkor azt mondhatnánk, hogy semmire se volt alkalmas, akkor semmit se lehetett volna vele csinálni. Tehát én konzultáltam eljárási szakértőkkel, végső soron a legfőbb honvéd törvényszéknek szabad lehetősége volt. Lehetséges az is, hogy a per anyagát már előzőleg megismerték, tehát a formális érkeztetés előtt valamilyen módon abban a helyzetben voltak, hogy megismerjék, de végső soron a terjedelem mindenképpen olyan kérdés, amire nem tudunk válaszolni, akármilyen döntés született. Tehát én azt gondolom, hogy a jogegység érdekében használt semmiségi panasz folytán hozott érdemi felmentő ítéletet nagyon alaposan feltételezni lehet, sőt, tovább kell menni, hogyha abban indulunk ki, hogy visszahelyezték a teljes becsületbeli státuszába a vádlottat, akkor csak egy olyan eljárás alapján lehetett, amely döntött az ő bűnösségéről. Mert hogyha egy függőben lévő eljárás maradt a vádlott mögött, akkor hát leírja a becsületügyi eljárás, hogy akkor a miniszternek ezt figyelembe kellett volna venni, hogy egy függő jogi helyzet van. Erről nincsen szó. És amint említettem, dr. Babos József az Öldi Márton és társai ellen a budapesti népügyészségnél folyó büntetőügyben 1945. november 12-én felvett jegyzőkönyvben, amelynek a ügyész iratokból hiányzó oldalát csatoltuk a tisztelt bírósághoz. Itt ugye elmondja azt, hogy a vezérkar főnökének bírósága jogerősen ítélt ebben az ügyben. Tehát ítélete ellen lényegében csak a jogegység érdekében lehetett jogorvoslattal élni, mert a törvény rendelkezése értelemben az ítélet ellen csak panasznak van helye a Honvédelmi Minisztériumhoz, amennyiben a panasz folytán azt észlelnék, hogy jogegység érdekében van szükség felülvizsgálatra, abban az esetben az összes iratokat a koronaügyészhez tesszük át. És értelemszerűen itt a leírási hiba lehet, tehát a honvédelmi miniszter utasítja a koronaügyészt a panasz megszerkesztésére. Tudomásom szerint ebben az esetben is ez történt, de itt nem csak az a lényeges, hogy Babosnak helyese a tudomása vagy nem, hanem az, hogy a dolgok logikájából más nem következhet. Tehát az eredeti jogállás helyreállítása másképp nem lehetséges, mint úgy, hogy jogerősen el kellett bírálni a vádlott bűnösségét. Ugye tehát ilyenkor, ha a jogegység érdekében használtak semmiségi panaszt, akkor a KBP, tehát az 1912. évi 33. törvényszik,
378. szakasza szerint olyan lehetőségek voltak, hogy ítélettel kimondták a törvénysértést, vagy elutasították a panaszt. Most a törvény megsértését megállapító határozat a vádlottra rendszerint nem bírt hatállyal, ha azonban a vádlott büntetésre volt ítélve, mondja ez a szakasz, a legfelsőbb honvéd törvényszék a körülményekhez képest őt felmenti, vagy ellene enyhébb büntetési tételt alkalmaz, vagy az ellene folyamatban volt eljárás újrafelvételét más parancsnok kiküldésével, vagy anélkül elrendeli. Megítélésem szerint a három változat közül csak egyik változat volt alkalmas erre az eredeti jogbecsületbeli állapotba való visszahelyezésre, ez pedig a felmentő ítélet lehetett, mert a becsületügyi szabályzat ugye előírja, hogy a rehabilitáció feltétele a katonai bűnvádi eljárás kedvező eredménye, azaz kifogástalan erkölcsi állapot. Szerintem ebből aggálytalan megállapítható, és itt hivatkozni kell azért az indubio pro reo elvre, tehát a kétség esetén a vádlott javára nem egyszerűen csak a tényekre vonatkozik, hanem az eljárás során tágértelemben vett tényekre. Tágértelemben a tények körébe tartozik az is, hogy egy jogi helyzet többféle megítélése körül közül melyiket választja a tisztelt bíróság. Ez viszont azt a követelményt jelenti, hogy azt kell választani, amely a vádlottra nézve kedvezőbb, abban az esetben, ha kétségeink vannak egyáltalán. Nekem nincs kétségem, hogy ez lehetett, hogy nagyon-nagyon nagy valószínűséggel, de ha kétségem lenne, akkor is ezt a változatot kellene választani. Tehát ennyit a kettős elbírálás tilalmáról, és ebben az esetben hozzákapcsoljuk magam részéről a vádirat 1/3. Pontjában foglalt tényállást is az első kettőhöz, amelyek ugye eredetileg az 44-ben született ítéletben vannak. Tehát az 1/3 pont tudnélik ugyancsak a vádlott 41. január 21-22-23-án tanúsított magatartásával foglalkozik. Én úgy fogom fel, ez a védelem álláspontja, hogy az ő egész magatartását megmérték, ott több ezer tanút hallgattak ki, kihallgatták ezt a bizonyos honvédőrmestert is, aki állítólag 30 embert kivégzett egy zászlós utasítására, és eljutottak azokra a következtetésekre, amelyekre el lehetett jutni az adott viszonyok között. Ez pedig, ezek a következtetések nem vezettek el a vádlott személyéig. Ennek megfelelően ez az ítélet, a 44-es ítélet, ez történetileg átfogta, hiszen le is írja, átfogta ezt a sportpályán történt eseményt, a vádlott személyével nem foglalkozik, tehát negatíven megítélte azt, hogy ebben kik vettek részt, és kik nem. Az a megállapítás, hogy egy zászlós utasítással cselekedett, nyilvánvalóvá teszi, hogy már ebből az okból is ki van zárva, nem csak a vádlott, hanem bármely csendőr tiszt ottani ténykedése. A továbbiakban, tehát most már a tényállásnak a taglalása, mégpedig a büntetőeljárási alapokkal összhangban való taglalása válik szükségessé. Tisztelt Bíróság, ugye itt alapkérdés, hogy a más hatóság által beszerzett bizonyíték kérdése. Ugye, hát a történeti múltban lévő tényállások esetén ez teljesen általános, hogy a tanúk, az eljárás szereplők, a nyomozók nem élnek, bírák se élnek. És ilyen módon mi valójában egy
Valójában szellemalakokkal beszélgetünk, de nem közvetlen beszélgetést folytatunk, hanem a papírok torz tükrén keresztül beszélgetünk, hiszen egyáltalán nem biztos, sőt biztos, hogy nem szó szerint azok a dolgok történtek és hangzottak el, amelyek akkor voltak. Tehát itt tulajdonképpen az a sajátos helyzet áll elő, hogy a jelen jogásza, mint egy felülvizsgálja, felül bírálja, felül mérlegeli egy korábban eljárt hatóság ténykedését. Na most, ha ráadásul az a korábban eljárt hatóság még hiteltelen és törvénytelen módszereket használt, akkor egy képtelen helyzet állhat elő, hiszen a felülmérlegelésnek csak valamilyen objektív alapokon kell történnie. Mikor ezzel az üggyel már évek óta foglalkoztam, akkor megkértem professzoromat, aki a 60-as évek legelején vizsgáztatott eljárásokból, hogy beszélgessünk már ezekről a kérdésekről. És akkor az ő tankönyvét azért elhoztam, hogy könnyebb legyen, meg is találtuk, és a következő alaphelyzet van, de ehhez nem kell egyetemi tanárnak lenni. Ahhoz, hogy valakit el lehessen ítélni, akár múltbeli, akár jelenbeli tényállás alapján, számos követelmény kell. Ezt a tisztelt bíróság nagyon jól tudja, jobban sok tekintetben, mint én, mert katonákkal többet foglalkozik. Azonban két alapkövetelmény van. Az egyik, hogy a bizonyítékoknak hitelt érdemlőnek és törvényesnek kell lennie. Tehát a bizonyíték iránt bizalmunk kell, hogy legyen. A másik követelmény, hogy az adott mérlegelési folyamat teljesen zárttá váljék, és minden más lehetőséget ki lehessen zárni. Ha nem tudunk kizárni minden más lehetőséget, és itt nem kell kiemelni a főben járó ügyeket, de nyilván minél súlyosabb egy ügy, annál inkább jelentős ez a szempont. Tehát ha nem tudjuk kizárni azt, hogy a dolgok másképp is történhettek, akkor nem mondhatjuk azt, hogy így történtek. Mert a bíró belső meggyőződése nem egyszerűen az, meg az enyém se, hogy mit gondolok a vádlottról, mert mindannyiunknak vannak érzelmei, vannak erkölcsei az ügyész úrnak is, a bíróságnak is, nekem is. Vannak elképzeléseink, gondolataink. De ezeket az elképzeléseket, gondolatokat, ezeket a bizonyosság, a jogi bizonyosság keretei között kell tartanunk. És hyha úgy érezzük, hogy a mi érzelmeink és erkölcsi attitűdünk valahogy ütközik a jogi bizonyossággal, akkor nem szabad, hogy a jogi bizonyosságot szorítsuk háttérbe. Itt az ügyész úr vádbeszédében valójában egy víziót vázolt fel. Tehát az ő erkölcsi világnézet is, és nem sorolom, de műveltségbeli alapállásából következően fölvázolt egy elképzelt helyzetet, hogy mi történhetett Újvidéken. Igen, tisztelt bíróság, de mi nem történetírással foglalkozunk. Mi nem azért vagyunk itt, hogy arról beszélgessünk, hogy valószínűleg mi történt, erről is persze, hogy mi történt valószínűleg Újvidéken, hanem hogy mit tett képíró Sándor, és mi az ő pszichikus viszonya ahhoz a cselekedethez, és mit tehetett volna másképp, mit tehetett volna úgy, hogy ne történjenek meg bizonyos dolgok, ha egyáltalán az ő magatartásával okozati összefüggésben történtek bűnös dolgok, de egyáltalán nem tudod, hogy történtek-e, nem jelöli meg az ügyész úr, és egyáltalán milyen módon, mikor, hogyan történtek ezek a dolgok. Tehát itt, ha már itt tartok, akkor mindjárt néhány elemi kis reflexiót tennék, azért nekem erre a perbeszédre 8-10 óránál több nem állt rendelkezésemre. Én ezzel azért nem tiltakozom nagy erővel, mert vannak itt más érdekek is, például a vádlott érdekei. Na most például ilyen postulátum-szerű feltevések,
hogy a vádlott a parancsot továbbította. Ez egy olyan kijelentés, amire én mondhatnék egy másik történetet, hogy a vádlott nem továbbította, mert a tényállásból ez következik, de nem tartom feladatomnak, hogy én egy képzeletbeli másik történetet fölvázoljak. Aztán azt mondja, hogy az utolsó katona is tudta, hogy mi történik ott. Fölvetődik a kérdés, hogy akkor, ugye Babos szerint 5000 katona volt jelen Újvidéken, akkor valójában itt mindenki felelős, mert hát az egyszerű honvédtől azt el lehetett volna várni, hogy legalább szökjön meg, hogyha ez van. Hát ő nem tudott parancsot adni, de akkor vonja ki magát ebből a körből. És lehetne folytatni, hogy ezzel a tulajdonképpen eljutunk oda, hogy a jelenlét alapján lehet-e valakit felelőssé tenni. Hiszen egy bizonyos szakaszig ez az eljárás, ez a razzia egy törvényes eljárás volt. Ezt gondolom, hogy a vád képviselője se vitatja. Tehát magyarán dr. Képíró Sándornak nem volt arra módja, hogy megtagadja azt, hogy Újvidékre bevagonírozzák, és ott kiszálljon és szállást vegyen. Nem volt arra módja, hogy ne vegyen részt tiszti gyűléseken. Nem volt arra módja, hogy ne menjen ki a neki megjelölt utcai szolgálati helyre, és ott a járőreit ne irányítsa megfelelő helyekre. Mi volt az a pont, amikor hirtelen az ő magatartása bűnössé vált? Mikor volt az, amikor Képíró azt mondta az embereinek, hogy hát most már ezentúl rablás és gyilkolás lesz? És mindegy, hogy milyen kifejezésekkel. Hát hol van ez a pont? Megmondja az ügyész, hogy hol? Azért, mert feltehetőleg, de ez se biztos, feltehetőleg valami ilyen előadást, valami ilyen parancsnoki véleményt neki hallania kellett. Nem gondolom, hogy ez megalapoz egy büntetőjogi felelősséget. És valójában az egész ügyben bedominál és rátelepszik a Nagy János féle történet. Ugye az az érdekessége az egész vádbeli tényállásnak most már, hogy a Nagy János a kínzó kamrákban, én csak így tudom nevezni az Állvédelmi Hatóság hely és a Katpol helységeit, előállít egy történetet, szerintem nem ő maga, hanem a hatóság embereivel, és most ez a történet elkezd burjánozni, mivel ugye ezt a történetet összefüggésbe hozzák Képíró Sándorral, most már az is kiderül, hogy azt is tudni lehet a Nagy János vallomásából, hogy a Báni palotában Grassi, ugye ezredes, milyen parancsokat adott ki. Tehát egy olyan képíróféle előadásból, ami nem is biztos, hogy megtörtént, sőt biztos, hogy ilyen módon nem történt meg. Tehát itt a fikciók és feltevések olyan tárházával állunk szembe, amivel én nem is tudok tulajdonképpen vitatkozni. Hát most olyan apró kis részletekre igazán csak az érdekesség kedvéért, hogy hívom fel a figyelmet, hogy a püspöki palotát vajon azért kellett védeni, mert ha a püspököt sérelem éri, akkor a kommunista partizánok felindulásukban megrohanták volna Újvidéket. Én ezt nem hiszem, hogy ez így lett volna, vagy hogy azért őrizték volna. Azért őrizték, mert a püspök egy fokozott védelmet élvező személy volt, ennyi volt az egész lényeg. Nyilvánvaló, hogy jobban kellett védeni, mint másokat. Azután hát elhangzanak etnikai jellegű utalások, és ez például egészen az extremitásig megy, hogy ugye 20 izraelitával nem tudtak elszámolni a Sajkás kerületbe, ha jól emlékszem az előadásból, és hogy ennek az lenne az oka, hogy ezt jelentik a hadvezetésnek, mert hogy a 20 embert nem tudták megölni, ez az interpretáció, hogy hát miért kellett ezt jelenteni? Azért, mert a zsidó ellenesség
ugye ilyen módon csökkenő lehetőségeket kapott, mert 20 ember kivonult. Ez egy elképesztő, hogy mondjam, csak gondolati ficam. Ugye erről is megvan a véleményünk. Én a határon túli magyar ügyekkel foglalkoztam hivatásból is, és szerintem a magyar anyanyelvű határon túli zsidóságnak az ilyen zaklatása egy merőben, tehát most a bűnösségén túlmenően téves és hibás magatartás volt, mert ők a magyar kultúra mellett voltak mindig, de hát azt állítani, hogy itt par excellence zsidó ellenes akciók voltak, azért nem helytálló, mert az egyszerű katonai logika azt mondta, hogy kik azok a személyek, akik partizánokkal, ellenséges elemekkel, mondom, az akkori logikába próbálok bele illeszkedni, akik inkább hajlanak arra, hogy ellenséges elemekkel kapcsolatba lépjenek. Hát nyilván a magyarsághoz nem kötődő szerbek, különösen akik ugye nem szocializálódtak katonaként, és a zsidók. Helyes elhető vagy nem, ilyen eligazítás elképzelhető, sőt, én el tudom fogadni, hogy ilyen lehetett. És az, hogy az adatokat. De ha már itt tartunk, ugye a per nevezetessé, vagy érdekesség, hogy én legalábbis emlékezetem szerint egyetlen tanút hallgattott ki a bíróság, ezt a nagyon korrekt módon nyilatkozó Havas nevű urat, akinek a nagymamáját meggyilkolták. És hogyha ezt az esetet nézzük, ugye a Futaki út, vagy Rákóczi Ferenc útja 40-ben, mit látunk? Két katona megy be. Tudjuk azt, hogy a járőr hogyan áll föl. A járőr legalább 4-5 tagú. Két katona, a tanú végül enged addig, hogy lehet, hogy határvadászok voltak, nem lehet megkülönböztetni. Ugye hivatkoztam a bizonyítási eljárás során Toldi Árpád védőre is, de mi is mondtuk, hát maga a vádlott is mondta, hogy a sapkajelző, sapkaforgó az nem volt olyan jellegzetes, hogy a csendőr fölismerhető lett volna. Most én nem tudom kizárni, tisztelt bíróság, azt, hogy a harmadik napon valóban úgy elszabadult a pokol, hogy bűnözés ütötte föl a fejét. Tehát magyarán fölismerték bűnöző elemek, katonák, hogy itt razzia címén rabolni lehet. És a két emberes behatolás az egyáltalán nem tipikus jelleg. Én el tudom képzelni, sőt valószínűleg tartom, hogy bementek. Miért oda mentek be? Mert a gazdag polgárok ezen a belső részen laktak. Tehát érdemes volt itt kutakodni. Bementek, és katonai mi voltukkal visszaélve intézkedtek, és kirabolták ezeket az embereket. Azt tudjuk sajnos, hogy a strandra bizony vittek ki embereket, ez nem vitás, tehát a Levente otthon megkerülésével vittek ki embereket, és ezt végre lehetett hajtani egy ilyen rablógyilkosságot, annélkül, hogy be kellett volna számolni arról, hogy milyen parancs alapján vagy milyen alakulathoz tartozva, hiszen valóban kiderült, hogy átadási jegyek se készültek már, tehát nem kellett valójában identifikálni a magát annak, aki kivitte a meggyilkolandókat. Tehát én azt gondolom, hogy egy egyszerű rablógyilkosság is lehetett ez a vejszirén sérelmére elkövetett. Tudnélik, esztelenség volt amúgy, mert hogyha ezt katonai szemmel nézzük, akkor egy öreg asszony, még kellett az ágyba fekvő öreg asszonyt agyonlőni. Most ilyen mértékű szadizmus vagy gyűlöletet egy öreg asszonnyal szemben nem lehet elképzelni. Még itt egy katona bajtárs azt is mondta, hogy hát még olyan is lehet, hogy ott kutatott a tárgyak után, ugye, és akkor az idős emberek szokása, hát nem csak szokás idős emberekre jellemző, hogy hangosan megszólalnak. Lehet, hogy ez a szerencsétlen öreg asszony hangosan rákiabált arra a katonára, hogy mit keres itt, és az azonnal reflexzerűen belelőtt.
nem kívánom én a gyilkost mentegetni, de azt azért meg kell mondjam, hogy Képíró Sándort ezért felelőssé tenni, úgy gondolom, hogy alaptalan, és nem felel meg az elemi bizonyítási elveknek. Aztán, hogy a Máriási testvérek ügye. Ugye jól ismert a bíróság előtt hivatkoztunk a szolgálati utasítás megfelelő szakaszára, amely szerint a csendőrtisztnek és a járőrvezetőnek a jogköre teljes mértékben elkülönül, és a járőrvezető önálló jogi felelősséggel látja a tevékenységét. Ez számos érvelésünkben előjött. Valójában ez olyannyira kézenfekvő, hogy ezt talán nem is vitatják, még a vádképviselője sem vitatja, nem azt mondja, hogy hát miért nem lépett túl ezen a szolgálati kötelmen. És ebben a viszonylatban ugye a vádképviselője Bátori alezredes példáját mondja. Hát kérem, Bátori Géza alezredes az újvidéki csendőrszárnyparancsnok volt. Hát azért egy csendőrszárnyparancsnokot összetéveszteni egy csendőrfőhadnaggyal, már kompetencia tekintetében szerintem nem helytálló dolog. Most eltekintve attól, hogy a Bátori se járt sikerrel, nem tudta kiszabadítani ezeket az embereket. Nyilván a társaságában lévő, ha jól emlékszem, Fekete Halmi vagy Grassi intézkedett. Tehát a képíró számára a Máriási ügyben az állt, hogy a két embert a Levente otthonba kell előállítani. Ebben az ügyben, tisztelt bíróság, ami kézzel fogható, az írott karhatalmi parancsok együttese. Ugye karhatalmi parancsot kiadott Szombathelyi Ferenc január 15-én. Azután Grassi József városparancsnok több karhatalmi parancsot is kiadott, de kiadott karhatalmi parancsot még Gál őrnagy is. Most ezekben a parancsokban bizony szerepel a Levente otthon, szerepel a Levente otthonban szolgáltat teljesítők megjelölése is, tehát hogy nemzetiségileg arányosan kell fölállítani ezt az igazó bizottságot, és szerepel az az eljárási mód, ahogyan oda a nem megfelelően igazolt személyeket elő kell állítani. Sőt, az is már az elején felvetődik és gyakorlattá válik, hogy a leglényegesebb, fontosabb személyekről lista is készül azért, hogy azokat előállítsák. Hogy aztán ezeknek a listáknak a jelentősége, szerepe ez, hogyan változik, ez egy felderítetlen kérdés, de az kétségtelen, hogy a Levente otthonba való bekísérés és ott igazolás, sőt, hogy ez az előállítás meghatározott lista alapján történik, ez teljes mértékben megfelelt a kiadott karhatalmi parancsoknak. Ugye Grassi hirdetményt is tett közzé ebben az ügyben, és elég részletes magatartási szabályokat állapított meg. Itt megírja az ítélet, hogy tényként nyert megállapítást, hogy az előállított személyekről névjegyzéket fektettek fel, és ez a névjegyzék egy bizonyos ideig létezett is. Kétségtelen, hogy a vizsgálat idejére már nem volt elérhető. Most kihallgatják Diósi István nevű magyar embert a megszállók és segítők által a Vajdaságban elkövetett bünteteket vizsgáló bizottság előtt sorozatban.
Nem kell nagy képzelő erő ahhoz, hogy a világháború elvesztése után egy ilyen magyar nemzetiségű embernek milyen lehetőségei voltak, és mennyire tehetett volna olyan kijelentéseket, amelyek bár valamennyire kedvezőek a volt megszállókra. De szerintem ez a lehetőség a zéróval volt egyenlő. Mindazonáltal a Diósi beszámol arról, hogy ő szerinte legalábbis 20 ezer személy fordult meg az igazoló bizottság előtt. Ezt ugyanúgy lehet idézni, mint azt, hogy alantas tisztek arról beszéltek, hogy 72 órán belül ki kell írtani a zsidókat, ugyanúgy mondja. Én ezt képtelenségnek tartom, hogy ilyen beszélgetés zajlott volna, és egyáltalán, hogy ilyen feladat lett volna, hogy az összes zsidót ki kell írtani. De hát, hogy ugyanez a tanú 20 ezer igazolásról beszél. Hát, hogyha ezt összehasonlítjuk, az ítéletben szereplő 869, 889 áldozattal, akkor akiknek egy része, lehet, hogy nagyobb része nem is az igazolóbizottságtól került a kivégző helyre, hanem annak megkerülésével, akkor az igazolóbizottságon való megjelenés az egy nagyon jelentős túlélési lehetőség volt. Hát természetesen, ha valaki ezután újra sétára indult a városba, és kitette magát ellenőrzéseknek, vagy esetleg kényszerűen került ilyen helyzetbe, akkor valóban az a balszerencsés helyzet állt el, hogy újra előállították, és ez történt a Máriási testvérekkel is, de azt gondolni, hogy a képíró a szolgálati kötelmének a megszegésével egy bűncselekményt megszegése elmulasztásával, ugye, mert ez az exakt fogalmazás, hogy azáltal, hogy szolgálati kötelmét megszegve nem utasította beosztottait, amire egyébként nem volt joga, ezáltal követett el bűncselekményt, mert ha ez sikerült volna neki, akkor ez a két ember nem kerül a Levente otthonba. Ez az okozati összefüggésnek olyan felfogása, aminek a büntető joghoz semmi köze nincsen, mert számtalan ilyen okozati összefüggés lehetséges. Tisztelt bíróság! Tartsunk? Jó, akkor egy negyed óra szünetet tartunk, 10 óra van nálam, 10 óra, 15 percre fáradjanak vissza.